Következő vendégünk pedig Janicsák Veca. Jó reggelt, szia, szia. Aki a kismama lett. Kismama lett, tudtunk, igen. Nem is tudtunk semmit róla. Az első időszakról kérdezünk téged. És mindenről. De egyébként igen, csak én nem vagyok az, aki nem akarom így nagy dobra verni, meg nem házalok vele mindenhol. Ezt tiszteletben is tartjuk, sőt beszéltünk is róla, hogy tök jó, hogy vannak ilyen emberek, akik úgy gondolják, hogy ez saját magunk dolga, és nem feltétlenül szükséges. De azért valamit mesélj nekünk. Hát nagyon jól vagyunk, hihetetlen nagy boldogság van, kis család, meg nagy öröm. Azt hallottam, hogy alszik a gyerek. Igen. És nagyon jó alvó. Nagyon-nagyon jó alvó, tehát tényleg egy kis butha. Én nem tudom. Volt trükköd valami? Semmi. Szerintem ez édesanyám szerint az a trükk, hogy én azt kapom vissza, amit én adtam. És mondta, hogy én jó kisbaba voltam, és hogy én is egyfolytában aludtam, meg mosolyogtam, és hogy szerint ezért most ez nekem visszajár. Úgyhogy remélem, hogy ez így van. De hát ki tudja, hogy ha esetleg ez még egyszer következő, akkor majd mit kapok következőnek. Most nagyon ki vagy virulva, és nagyon boldog vagy, de voltak azért nehéz pillanatok, amikor így hirtelen úgy érezted, hogy ezért durvább, mint kellett volna? Őszintén megmondom, hogy nem. Minden tehát, szép, hogy minden idillikus. Igen. Tehát tudom, hogy ez nehéz, meg sokszor anyukák így mondják, hogy ők ezt nem hiszik el, és hogy ilyen nincs. Meg ugye nagyon sokan depressziósok szülés után, nekem egy másodpercig se volt semmi. Tehát attól persze, hogy ott megjelent. Most a másik oldalán a hajad, de utána beszélgettünk. Igen, mert mondanom, akkor ez nem volt időkívasan. Depresszió, az nem mindenkinél van. Nem mindenkinél van, de hogy azért szoktak ilyen problémás időszakok lenni, és tényleg így nálam egy másodpercig se. Na hát semmi. Hogy hívják a csöpséget? Emma. Emmának hívják. De mennyi idős most ő? 4,5 hónapos. 4,5 hónapos. És apukával mekkora a szerelem már, hogy Emma hát, és az apuka között, hiszen azért azt mondják, hogy a férfi embernek a lánygyerek az egy olyan... Hát én mondtam neki előre, hogy szerelmes lesz, és mondta, hogy hát azért jó, persze, de annyira azért nem. Már most, tehát olyan szinten, hogy ott van a kezembe a gyerek, és most már én jövök. De édes. Jó, adom, oké, rendben. Úgyhogy nagyon nagy a szerelem, úgyhogy ez teljesen igaz, igen, azt kell mondjam. Szereted egyébként így naposzat a kezedben tartani, vagy azért eljön az a pillanat, hogy inkább... Nem, hát ő azért el van egyedül is. Aha, tehát hogy, hát nem úgy, hogy otthon hagyom egyedül, és elmegyek valahova, tehát nem így kell érteni. Nagyon sok anyuka esik abban a hibába egyébként, hogy nem teszi le a gyereket, hanem mindent elkezd a gyerekkel csinálni. És de ez a gyereknek se jó, mert szerintem nem fejlődik. Tehát neki szüksége van arra, hogy ő ott mozogjon, meg a kis testét átmozgassa, játékokkal játszon, szerintem az abszolút. Fiatal vagy is mondd egy gondolkozásról, és úgy, mint tapasztalt anyuka beszél belőled, nem? Újdonsult kismama, és hát nyilván az ember utána olvas, de azért látod is, tehát azért barátnők között már van sokaknak van gyereke, és azért látszik, hogy mi az, ami működik. Meg így szerintem ezen a józan paraszt észen is el lehet indulni. Tehát ez logikus, hogyha a gyereket így magadra ragasztod, akkor szerencsétlen azt hiszi, hogy akkor csak ezt lehet csinálni, és ennyi. Ez azt jelenti, hogy nálatok nincs is akkora sírás? Nincs. Igazából nem is nagyon hagyjuk sírni, tehát megmondom őszintén, hogy egyrészt mivel nagyon kialussza magát éjszaka, ezért el van. Tehát nagyon sokszor én meg tudom csinálni akár a házi munkát is közben, mert ő addig elgügyögött, és akkor hallom, hogy jó ízében nézek, minden oké, minden rendben van, és mire elfárad, akkor meg már azért felveszem egy kicsit, akkor megpuszilgatom, kicsit együtt vagyunk, és utána visszarakom, és akkor ő megelégszik, hogy jó, hogyha sírok, akkor jönnek értem, és ezért nem is sír annyit. Mikor mentetek első sétára? Szerintem, hát ilyen 3 hetes lehetett, amikor először úgy... És már jár a gyerek. Sírtál csak úgy 3 hetes. Az a szerencsénk, hogy nem a városban lakunk, hanem tehát a város szélén lakunk, és ezért erdő mellett, úgyhogy nem éreztem úgy, hogy most kitalom a smogba. Tehát, igen, de egyébként, igen, hogyha ebben belegondol az ember, hogy most akkor vigyem le a belváros kellős közepén, ugye, ahol az igen, ott azért sokkal nehezebb. Azért igen. Ez nehezebb. Hát meg úgy, akkor meg is nézik valószínűleg, hogy nézzük meg, milyen a Janicsák Veca gyereke, úgyhogy ezt így azért... És ilyen nem, még nem találkoztál? De találkoztam már ilyennel, és pontosan ezért is próbálom egyébként őt megóvni ettől, hogy nem akarom, hogy ilyen celeb gyerek legyen, és hogy ne ezért az első, amikor ránéznek, hogy na, te tudom ki az anyát, hanem hogy ő legyen önmaga, és önmagáért szeressék. Mert szóval árad belőled a nyugalom, komolyan mondom, nem olyan harmóniában, ő tényleg, naturális, ez az eredeti. Mennyivel különbözőbb a színpadi pörgés után most ez a relax? Ez a gyönyör. Nagyon más. Egyrészt, mert nagyon nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy a színpadon
színpadon ne beszélj a gyerekről. Tehát, hogy tényleg? Ugye... De mi van, egy ilyen 20 perc stand-up felvezető? Hogy hogy néz ki ezt? Fél órás még egy fellépés, az ugyebár megvan. 25 perc gyerekről szól. És akkor nagyon nehéz. Körülbelül a harmadik dal utáni szünetben van az, amikor már mondom, hogy hát igen, mert amikor a kislányom Emma, és akkor odáig bírom. Jó, de jó kimondani, nem? Igen, nagyon jó, a kislányom, így van. És utána gyorsan visszafogom magamat, hogy na, itt profin kell viselkedni, kérem, nem lehet itt egyfolytában áradozni, mint egy anyuka, de nagyon nehéz megállni, igen. Dalokat nem akarsz írni róla, vagy már írtál? De már elkezdtünk dolgozni egy nagy lemezen, úgyhogy remélem, hogy ez is meg lesz. Nyilván azért most lassabban haladunk egy kicsit, de Magzat korában kapott klasszikus zenét, klasszikus Janicsákveca zenét? Hát azt kapott, mivel én végig dolgoztam, hogy már a fellépésre, mert az utolsó pillanatig dolgoztam, hát még szülés előtt. Még egy héttel volt igazából a fellépésem, úgyhogy, ő azért kapott végig zenét, úgyhogy ezért nem Janicsákvecát szoktam neki énekelni otthon, mert szerintem már unja, tehát ebben egészen biztos vagyok, hogy unja, de vannak ilyen kedvenc dalai, amiktől én egyébként idegbajt kapok, de szerintem ezt... De nem próbáltad ki egyébként, hogy énekes egy adott, mondjuk ez egy énekes esetében nagyon nehéz, tehát hogy van ez a módszer, hogy ugye otthon mindig ugyanazt a dalt énekled el neki, és azt amikor megszületik, akkor ezzel megnyugszik. Na most a te esetben tedd be ez. Egy részed nem nagyon tud összejönni, én nagyon sok mindent hallgatok, amit szeret is, de a kedvenc dala az A juhásznak jól van dolga. Tehát, hogy ez az, amit bármikor megnyugszik, és ezt egyébként édesapám kezdte el, tehát elénekelte neki, és mondta is, hogy fújja furujáját, meg nem tudom, így énekelte neki, és azóta a gyerek ebbe beleszeretett, és csak ezzel lehet megnyugtatni. Már megőrül, minden fogom kocsiban rákezdek, hogy A juhásznak jól van. Na de ha már juhász... Jobb, mint a gumimaci, két éve gumimacit hallgattam, tehát annál sokkal jobb. Német juhászod van, ugye? Igen. Egyszer a gyerekkel, hogy megy a kettő? Kutyasétáltatás és közben gyerek sétáltat. Igen, hogy pont azért, mert német juhászom van, és egy nagyon-nagyon jól nevelt aranyos kutyus, ezért őt igazából lehet így szabadon is engedni, meg az erdőben nem, nincsen olyan emberek, és ott merem is, úgyhogy ilyenkor engedem. Tök jó, akkor mentek visszatérni, mikor fogsz vesz a visszatérés? Mikor lesz? Úgy igazán? Hát én már fellépek rendesen, tehát én már... Úgy, hogy aktív zenész vagy, és jársz aktív fellépni. Hát, hogy a 6-7-es időszakom letelt, én utána már mentem. Mi búcsú kérdés, mert nincs több idő. Altató dalt fogsz írni a gyereknek, vagy valami nagyon pörgős dalt? 10-ből 9 anyuk altató dalt ír a gyerekének. Nincs szükségére, hát alszik a gyerek egész nap. Igen, nekem de nem kell, az a cuk, nem, hát a cukiságfaktor, mert pont az, hogy anyukák is egy szép altató, egy nyugis relax dalt. Szerintem az jut eszembe, persze. Az ugye, neked is mondom, 10-ből 9 anyuk altató dalt kell a gyereknek. Nem egy ilyen, nem tudom, pajabaja is altató, én is írtam altató. 10-ből 9 énekes anya. Így van, egyébként igen. Köszönjük szépen, sok sikert és sok boldogságot.